Élvefogó csapda, mely arra szolgál, hogy elejtse a ház köré fészkelt szarkákat, szajkót. Ezek a madarak rendre kifosztják más madarak fészkeit, így a ház körül lényegesen megcsappanhat az énekes madarak száma. Mezőgazdasági területekről költözött be az utóbbi évben a városba az örvös galamb. Ennek az egyébként szemrevaló madárnak köszönhető, hogy idén a városhoz közeli földeken több hektáron újra kellett vetni a napraforgót. Van egy új, egészen nagy és amúgy szép, tényleg szemrevaló fajunk, az örvös galamb. Néhány éve, egy 5-10 éve kezdett el beköltözni a városba. Ez egy nagyon óvatos, egyébként nagyon óvatos, magára roppantó, vigyázni tudó madárról van szó. Eddig kint lakott a mezőgazdasági területeken, a fasorokban, és most valamiért úgy gondolt egy néhány év, hogy beköltözik ide a városba, nem csak Nyíregyházára, hanem a többi vidéki nagyvárosba is. Ami önmagában nem baj, mert szép madár, valóban egy látványos madár, kárt nem okoz itt bent. Viszont ugye, mivel itt neki biztonsága megvan, van kellő mennyiségű fa, ahol fészkelhet, nem bántja senki, sőt, még néha etetik is épp úgy, mint ugye a házi galambot. Ez neki jó, viszont ugye sokkal több táplálékra van szüksége, zöld táplálékra, és kiáll táplálkozni a mezőgazdasági területekre. Most tavasszal itt Nyíregyháza környékén nagyon sok helyen többször kell vetni a napraforgót, mert amint kell ezt kikelni, egy örvös galamb csapat meglátja, meglepi a táblát, és szó szerint sorra ráállva, amíg el nem fogy a sor, addig mennek rajta, és csipegetik ki fel a napraforgót, ami nyilván, hogyha egyszer lecsípték róla a sziklevelet, abból már nem lesz semmi. Nyíregyháza környékén jellemzőbb, hogy az udvarban borzok, nyestek és a rókák jelennek meg. Utóbbi rendszerint ritkítja a baromfi állományt, és sok esetben a kisebb házi állatok is áldozatául esnek. A védekezés nem könnyű, és törvényi szabályozás korlátozza. A város nem vadászterület, tehát itt igazából vadászati tevékenység nem folytatható. Ugyanakkor vadászható orfajokról van szó, tehát elméletileg csak a vadászati idényben lehetne bármit is kezdeni velük, akkor is csak valamilyen különleges eseti engedéllyel, és akkor sem lőfegyverrel, hiszen itt a városban nem lehet. Az egy ilyen köztes megoldás, hogy általában a területek illetékes hivatásos vadászok szoktak elhelyezni élvefogó csapdákat, ahol a valóban zavaró, valóban gondot okozó egyedeket meg lehet fogni. Ezek jellemzően egyébként a szörmés kártevők szoktak lenni, róka, borz, ez elég jól megfogható. Esetenként szarka is, ami szintén jól megfogható. Az örvös galambból eddig még ilyen panasz nem volt, hogy bent kellene megfogni, viszont kint éppen elég munkáltal a hivatásos vadászoknak, hogy megpróbálják a károkozását megelőzni. Fontos, hogy ezeket az állatokat ne szoktassuk a házhoz szándékosan etetve, vagy kint hagyott kutyatáp ételmaradékok útján. A vadállatok többek között olyan betegségeket is terjeszthetnek, mint például a veszettség.